November 26-a, szombat. Egy hirtelen jövő ötletből kifolyólag úgy gondoltam, hogy milyen jó lenne egy olyan napot csinálni, egy olyan napot megrendezni, ahol együtt pár önkéntessel beutazzuk Budapestnek egy kis szegletét. És úgy alakult, hogy sikerült összeverbuválni jó pár embert, és hát így most ennek köszönhetően a mi történetünket ismerhetitek meg, ami ezen a napon, szombaton történt. Az ötlet egyszerű volt. Utazzuk be Budapestet, hogy megismerjük a várost és annak a tömegközlekedését, akár egy kicsit videójátékos szemmel is. Már rögtön az indulásnál szembesülnöm kellett azzal, hogy hála ennek a vadonatúj elsajtos felszállási rendszernek a trollim 10 percet késik. Tehát a találkozó helyről emiatt konkrétan 10 percet késtem, hiszen nem lakok messze az őrsvezér terétől, de ha tudom, akkor gyalog indulok el, és már hamarabb ott lettem volna a helyszínen. Ettől függetlenül végül is odaértem, és ott találkoztam a többiekkel. Akkor itt a csapatom név szerint. Kutya. Kutya. Zsombor. Zsombor. Frici. Frici. Kicsoda? Petros. Te vagy a Petros? Peti. Ja, Peti? Akkor te leszel a Petros. Na, Zoli vagy. Zoli. Peti. És kicsoda még egy? Zoli. Zoli. Jó, remélhetőleg mindenki megvan. Na, én azt mondom, hogy mivel kezdjünk? Mert én gondoltam rá, hogy ott van egy olyan villamos, ami ott megy, ami katasztrófa. Tehát ez egy abszolút katasztrófa, ott egyedül nem is érdemes szerintem végig menni, és amúgy is egy dög lassú vonal. Mit gondoltak? Vagy pedig itt tudtak valami olyan buszt, ami jobb helyre visz? Hát csak nem a 8. kerületben vannak. Féltek tőle? Diószegi utca. Jó. Tehát a körkérdés az, ki mennyire szereti 10-es skálán a BKV-t? Te? 4-es. 4-es? Mennyi? 6. 6-os. Te? Én hát 7-es talán. 7-es? Körülbelül 3. 3. 7-es a potlóbuszokra. 7-es. Én is beállok egy 8-at. 8. Hát én egy 4-esre értékelem, de jó van. Na jó van akkor. Micsoda? Miért én indokoljam meg? Egyik ötök se indokolta meg. Jó, én megindoklom. Én azért 8-as, mert ha nem lenne, akkor kurva szar lenne. Sehol nem jó. Hát igen. Lábos. Hát nem tudom. Órás séta minden reggel. Koszos. Ez elég szar lenne. Koszos, nem tartják a menetidőt. Ez a... Koszos. Igen, ez az elsajtos felszállás, ez zseniális ötlet volt itt Budapesten, tehát így napi 3 millió embernek tök jó. Minden nap beugor, mindenki öngyilkos fel egy metró előtt. Ja. De átfeledtél. Születésnapomon büntettek meg. És te egy köszönte egy boldog születésnapot. Az igen, de rendes. Hát, köszönöm az észrevételt. Ráadásul veszélyes is. Belegondolsz, hogy a 3-as metróra, ki jár a 3-as metróval? Egyszer-kétszer szoktam rajta menni. Nem félsz? Hát egyszer-kétszer azért vannak érdekes emberek rajta. Tehát amikor egyszer egy teljesen csupasz pár volt rajta, akkor kicsit kiakadtam. Az igen, jó hangzik. Másik olyan az az, amikor 3 hete mentem Molán busszal, és egy ilyen teljesen kőkemény rocker, először ilyen teljesen halka elkezd énekelni, hogy teljes torog, hogy elkezd énekelni, oda megy a falhoz, elkezdi megdugnál meg minden ilyenek, minden emberhez. Az igen. Úgyhogy mi csak ott hátul röhögt, majd kiszakadta belőle. Jó van. Na jó, szerintem lejárt az idő, menjünk. Nem várunk többet. Indulás. Fel is szálltunk a leghamarabb érkező villamosra, amivel utazhattunk egy kicsit. Egy nagyon lassú és egy undorító járatról beszélünk, hihetetlenül rossz a légkör, és itt történt meg, hogy az egyik ismerősömnek a nyakláncát lelopták a nyakáról. Szóval alapból egy elég szívás ez a járat, hát még ahol leszálltunk, a Bihari utcában. Na jó van. Hát akkor előre. Na most itt állunk a 99-esnél, ez már tényleg egy olyan környék, ahol nem igazán veszem elő én se a kamerát, bár most nincs körülöttünk senki, de azért szálljunk föl valahova. Szálljunk föl. Itt jó lesz.
Minden nap evel jár? Csak a Blaha Lujza téről. Aha. Jó. És ez akkor nem arra megy? Ez pont a másik irányba. Jó. Mindjárt keresünk valami másik helyet, aztán ott leszállunk és felmegyünk valahová. Ez most Pestelzsébet irányába megy, ez nem. Jó. Na akkor majd keresünk mindjárt nyugodtabb helyet, aztán így már rögtön el lehet mesélni, hogy milyen élmények vannak. Jó? Másik. Na akkor. Ez jobb irány. Ez a jó irány. Jó, oké. Megyünk a jó irányba. Na mi az első élményed itt a 3-as villamos után a 99-es? Hát ez egy nagyon kultúrát járat volt. Tulajdonképpen ugyanolyan, mint bármelyik másik. Az igen, és ezt most hanyasra értékelnéd? Hát... Őrsön mit mondtál, hanyasra értékelnéd? Őrsön 7-est mondtam. És most? Hát ez itt már ijesztőbb környék volt, szóval olyan 6-os inkább. A közbiztonság miatt. Mert különben közben eljutottunk az Európarkhoz, ami arra van. És hát a 99-esen keresztül mentünk, ami hát elég rossz helyen álltunk meg. Tehát a... Milyen utcán szálltunk le a villamosra? Fertő utca. Na. Jó van. Még elővennéd a telefonodat, vagy a vitádat itt mondjuk? Hát a vitámat semmiképpen. A telefonomat meg, hogyha csak vészhelyzet van. Tehát egy vészhelyzet esetén. Vészhelyzet, jó. Mondjuk odaadod neki, mielőtt leszúrna. Jó van. Valaki. Oké. Na jó van. Igen. Te hogy értetted ezt az utat? Jobb, mint a másik volt? Nem tudom, 4-esre értékeltem a... De a felszálltunk, aztán egy 3-asra szerintem lement. Jó van, oké. Közbiztonságérzet? Kicsivel rosszabb, de azért még... Aha. Szerinted, hogyha itt mondjuk megtámadnának téged, akkor lenne, aki segítsen? Sokan. Tedd, de nélkülünk. Tedd így. Nem lennénk, igen. Nem. Szerintem a lábamba visszakadt. Az igen, jó van, oké. Elővenn... Szóval azt vitád le a házat. Ha lenne PlayStation vitád, akkor elővennéd, vagy nem? Szerintem nem. Jó, oké. Köszi. Hát közbiztonságot 3-assal értékeltem, mielőtt felszálltunk. Most inkább olyan 2-es. Az igen. Jó van, oké. Megy át, ha változik még ez a... Ez a PSI támat meg nem venném elő, ha lenne. Aha. Hát én nem tudom, szerintem a közbiztonságot én 5-ösen számoltam, szerintem most lecsúszott olyan -1-re, úgyhogy én egyáltalán nem éreztem magam biztonságban, ha nem lettetek volna ott, akkor én azt mondom, hogy a életben nem veszek elő semmit. Most állam a mobiltelefonat vettem volna úgy, úgy, hogy hozzá van szikszalagozva a kezemhez. Tehát máshogy nem. Úgyhogy... És van benne lopásra. Na itt már a fáradt emberek is. Csak az öregek. Ja, az öregek. Mondjad, milyen volt az élmény? Jársz ilyen helyeken amúgy? Persze, elég sokat járok ilyen helyeken. Hát, hogy mondjam, tele volt szeméttel az egész busz. Nem, hát elővennék telefont, minimum telefont elővennék, PS Vitám. Biztos, hogy nem lesz, úgyhogy úgyse venném elő. És szerintem, hogyha csapatosan megyünk, akkor nem olyan veszélyes, de viszont ha egyedül, akkor óvatosnak kell lenni. Hát nem tudom, szerintem annyira nem volt para ez az egész, tehát én egy fél évig körülbelül ilyen buszokkal jártam, meg villamossal, úgyhogy annyira nem extra. Én tartom a 8 pontomat, mert ezen a részen sétálni viszont nem szeretnék, tehát inkább felszállok a buszra és csöndben egy sarokban vagyok, mint hogy ténylegesen egy jó, akkor ezt az egy megállót lesétálom. Telefonomat elővenném, PS Vitát, hát hogyha lenne, akkor elővenném, mert ilyen könnyen jött, könnyen megy alapon. Lényegtelen. Hát én úgy vagyok velem mondjuk most, igen, hogy ezt így én csak Google Maps-on fogom megmutatni, hogy hol jöttünk el, szóval nem vettem elő a kamerát. Úgy voltam velem. Hát én az Őrsön 6-osra értékeltem, most egy 3-ast adnék neki. Én szoktam a 3-as villamoson hetente járni, és elég para az egész, szóval ha odaér... Nem, én a Lászlóba szoktam járni előkészítőre. Aha, az akkor másik irányban van, Mexikói felé? Igen, igen, arra felé. És nem tudom, elég para az egész, örülök, ha egyáltalán odaérek. Mondtam, hogy ez egy jó útvonal lesz amúgy egy kicsit átértékelni a dolgokat. És ez a busz, ez tele van szeméttel, én biztos nem járnék erre. Aha, jó. Na, itt vagyunk az Európarkban, és hát nézem itt ezt a
korabeli űrruhát, és manapság már nem papírral szokták kiírni, hogy mi van, hogy ez milyen ruha, meg mit tud, hanem tablettel. Komolyan. Ezt nem tudom már hova rakni. Tehát, oké, én mondtam nektek az előbb, hogy nem kell térkép, mert 21. század meg minden papíralapú, de azért már itt is tablettel. Az Európark után egy kicsit sétáltunk az Adrienzse úton, de felszálltunk rögtön egy villamos pótlóra, ami visszavitt minket az Európark elé, szóval akkor úgy döntöttünk, hogy inkább egy kicsit metrózunk. Névvel együtt, hogy vissza tudjalak keresni, csak gyorsan mondd a neved még egyszer. Peti. Peti? Igen. Na, mit tudsz a metrókról? Mert már elég régóta nagyon sok mindent mondasz a metrókkal kapcsolatban. Mondj pár érdekességet nekünk. Hát a 50-es években gyártották, talán még Sztálin is utaztatott egy ilyenen. Jó, azt tudjuk végülis, hogy ugyanaz van itt, mint a Moszkvában, csak így mondod, hogy most Moszkvában például... már lecserélték őket. Jó, jó, van Moszkvában, modern. Mondj olyat, ami szóba került ma. Hát viszont mondjuk egy atomtámadás idején jó lenne, az biztos a metró. Melyik megállók jók erre? Hát a, ami jó mélyen van a föld alatt, például Corvin negyed. Az atomtámadásról van szó? Igen. Ezt tudod, hogy az atombombát fejlődtek annyit, hogyha ide ledobnak egyet, akkor így egész Budapest kipusztul, nem csak egy ilyen kis körben. Egy atomszennyezésre jó, mert a sugárzástól megvéd. Az lehet. De így beomlik, meg meghalunk, meg ilyenek. Van amúgy az interneten egy ilyen atombomba szimulátor program, hogy mekkora, ugye a világon gyártott atombombák mekkora terjedelemben pusztítanák el. Azt megnézni, arra kíváncsi vagyok. Jó, majd esetleg belinkelem, és ha megtalálom, ha megtalálom. Akkor atombombát kerestem, ami elpusztítaná a sulimat, de mert mellette lakok, engem még nem. És a koreaiaknak azt hiszem van egy ilyen tesztbombájuk, ami pont jó lett volna. Ja, hát a koreaiaknak ilyen egy-két kerületet pusztítanak. Én is. Egy-két kerületet pusztít el a koreai, a legnagyobb kitalált bomba, a hidrogénbomba, az meg ilyen Magyarországot elpusztítaná, de... Hát a legnagyobb az fél Európát, azt hiszem. A... Az se sem, mert Nagaszakira dobtak le. Igen, de az is kisebb volt, az is csak mondjuk Pestet pusztítaná, Budát érintetlenül hagyná, tehát így... Meg lehet nézni. Viszont megfélemlítésnek tökéletes. De milyen atomkatasztrófás játékkal játszottatok már? Metro 2033, Metro Last Light. Játszottam már. Metro az biztos, nálad az Metro az megy. Az volt a legjobb a 2033. És a... Mondjátok már, melyik az a Bethesda játék, ami... Amit a, tudjátok, az Oblivion készítői csinálnak, csak a... Fallout! Fallout megvan. Na, avval kijátszott. Én csak hallottam róla, a haveromnak meg volt egyszer, kipróbáltam, hát érdekes, annyit mondok rá. Te, Petrosz? Én nem nagyon. Na jó van. Hoz? Ezek a játékok valahol elég érdekesek. Vagy elég érdekesek ezek a posztapokaliptikus játékok. Kedvenc posztapokaliptikus film, valaki? 2012. 2012. Amatőr! Holnap után, illetve az Én a legenda. Vagy legenda vagyok. Az a leg, az jó, a legenda vagyok. Még van az Éli könyve, ugye? Az Éli könyve, az. Kibírja 3 évig egy kutyával, nővel 1 nap alatt meghal. A metrózásunk után leszálltunk a klinikáknál, hirtelen jött ötlet volt. Gondoltok, hogy akkor ott majd nézelődünk. Azt az utcát egy kicsit ismerem. Na, itt vagyunk a, Szigony utcában. Na, balra. Ez is egy olyan kellemes utca. Jó, jó focipálya van itt. Jó kis sportrész. Nem elég világos a kép. Mindegy, menjünk. Ott van a nap. Nem baj. Világosság. Mondd el az úr. Ön világosság. Mi a Na, itt vagyunk egy gyógyszertárnál, a Baross utcánál, és most az Európaktól. Neked mi a véleményed az utazásról? Tehát voltunk egy villamospótlón, egy metrón, és végigjöttünk a Szigony utcán.
Hát tulajdonképpen a metró nem volt annyira rossz, mint amire számítottam, bár a megálló egy kicsit le volt pukkanva. És igaz, hogy most a 8. kerületen jöttünk át, de azért nem féltem annyira, szóval nem olyan környék volt. Aha. Jó, akkor... Te ebben az utcában végig elővettél volna egy vitát? Hát elég sok rendőr és közteres van itt, de nem vannak, tehát nem csak ők vannak jelen, úgyhogy nem. Ha körbe nézel így a kamerával, elég látható, hogy nem kéne vitát mutogatni, sem telefont. Fényképezőt se. Hát, körbeveszünk, csak nem lesz semmi baja. Európarktól kezdve élmények, hát, neked megszokott, nem? Az Európarkban, igen, tehát hogy annyira nem volt durva. Az Európarkban egy kicsit eltöltünk, amit nagyon viccesnek találtam. De egyébként semmi extra, mondjuk lehet, hogy séta közben nem akarnék vitázni, mert akkor még csak akkor sem tudom eltenni, hogyha valaki nagyon rondán néz, vagy nagyon néz, úgyhogy... De is veszekedni akarsz? Ja, micsoda? Nem akarsz vitázni, de veszekedni. Ja, igen, jó. És amúgy a metró, sűrű metrózol? Hát mostanában nem, régebben metróztam inkább, mert elköltöztem a 3-as metróról. Én nagyon szeretem, mert nagyon vicces arcok vannak rajta, így szétnézel, és mindig legalább egy ilyen figura lesz, akire így ránézel, és ez a... Neked jó életed lehet. Miről van szó, lemaradtam. Mi a véleményed eddig az Európarktól kezdve a dolgokról? Európarktól kezdve? Európark szép volt, jó volt. Metrózás az... Egyszer meg kellett állni, ott egy kicsit beparáztam, de mindegy. Azt hittem, hogy ilyen végső állomásféle lesz. Úgyhogy... Hát jó, van, azért örülök, hogy így ezt belegondoltad, meg minden. Még élünk. Hát, remélem, hogy élünk még. Nehogy ez valami képzelet ért, hogy hirtelen felünkre esik egy helikopter. Ja. Akkor szerintem jó volt a metrózás, hogy tegyen a napfénypontja. És itt ez az utca, ahol végig jöttünk itt a... Hát a valóség. Operán kívül, ami ott van, azon kívül szerintem minden jó. Úgyhogy az operákat gyűlölöm, pokolba kívánnám. Jó van, oké. Azt mondanám, hogy Molotov koktél a csajra, és én a magas cég. Ja. Hát ez most így... Az Európark az jó volt, meg a metrózás, de ez a 8. kerületi utazás nem volt valami, nem a kedvencem a környék sajnos. Jó, hát elhiszem igazából, te még te egy durván olyan másfél éve ide járok sajnos. Aha. Te mondtad, hogy ne is jöjjünk ide. És már így a környékkel már volt problémám, nyájszor egy-egy lopás majdnem sikerült neki. Jó van. Majd várjál még egy pillanatra, hogy mit loptak el tőled majdnem? Telefont próbáltak meg néhányszor. És miért nem sikerült? Gyorsan volt. Hát, hogy ott volt a kamera is, meg olyan szinten megpróbáltam védeni magam. Jó van. Ami szükséges. Itt a telefon kapta. Ja, tényleg ez számít. Budapest ezen részéről biztonságérzet? Hát, igazából... Ez a 8. kerületi út az nem volt valami jó, de az előtte lévő az jó volt. Európa, jó volt. Aztán... Most már menjünk valami szebb helyre, ugye? Igen. Jó van, oké. Meg ahol nincsen opera. Jó, oké. Mindenki meg volt, de nem voltál. Na, miről kell? Akkor a Európa? És hogy érezted magad ezen a rövid útszakaszon? Rövid útszakaszon? Hát ezen a rövid útszakaszon nagyon jól éreztem magam. Tiszta, nagyon jó a környezet, most is valami műsor megy. Hát nem koszos, nagyon szép. A metrózás epikus volt teljesen. Hát a metrót belül takarítják, de kívül sose. Az látszódott, az biztos. Hát nem volt veszélyes. Senki rossz emberrel nem találkoztunk, úgyhogy igen, jó. És itt végig mennél vitával? Persze, hát sok ember van. Majd odaszólok, hogy kapják el. Biztos elugranak. Na jó van akkor. Köszönöm. Menjünk tovább valami szebb helyre. Ezután trollira szálltunk, meglátogattuk a 32-esek terét, felszálltunk a villamosra, és elmentünk a Margit-szigetre. A Margit-szigeten rengetegen voltak. Az egész sziget annyira más hangulatú, mint a város azon részei, ahol eddig átjöttünk, hogy szinte már teljesen más dimenziónak tűnik az egész. Hiába vagyunk egy azon városon belül, és hiába mi jöttünk a villamossal alig pár percet, rettenetesen nagy változás van a
kerületek között, és a Margit-szigeti javára. Tehát sokkal kellemesebb volt, itt már nyakamban hordtam én is a fényképezőt, mindenki úgy volt vele, hogy tényleg jól tudja itt magát érezni az előző helyszínekkel ellentétben, és hát együtt néztük, meg hallgattuk a zenélő szökőkutat is, szóval egy kicsit pihenésnek is jó volt ez a helyszín. A Margit-sziget után viszont felszálltunk a 4-es-6-os villamosra ismét, elmentünk a Mamut 2-be, hogy valamit együnk. Van, akinek sikerült enni, van, akinek nem, ettől függetlenül jókat beszélgettünk, és jót pihentünk ott. És persze, megkérdeztem egy pár dolgot a többiektől. Hát ugye voltunk 3-as villamoson, az borzasztó volt, tehát az a villamos talán a város egyik legrosszabb villamosjárata. Aztán, ugye mondtam? Igen. Aztán volt 66-os busz, ez elég érdekes környék volt, tehát nem igazán éreztük magunkat biztonságban. Tehát egyedül nem nagyon utaznék arra fele, hogy nem örülnék neki, ha utaznom kéne arra. Úgy 99-es volt, nem? Vagy? 99-es. Akkor miért? Mert volt egy másik 66-os az Európarknál. Ja, amikor értem. Nagyon arra emlékeztem. Nem volt ugye a metró, metróztunk. Hanyas 2-es metró vagy? 3-as metró. 3-as metró. Ja igen, a 2-es az hétvégente nem járnak, karban tartják. Úgyhogy nagyon ragyogó BKV. Viszont helyette jó pótlókbuszok vannak. Már azt még nem próbáltuk ki, majd hazafelé én kipróbálok szerintem. Igen, és az 1-es villamos vonalán is pótlókbuszok közlekednek. Na még majd megyünk a Gelefhegyre. Voltunk Margit-szigeten és villamosoztunk. Na tényleg a Margit-sziget az már azért javította a budapesti közbiztonság BKV helyzeten, mondjuk a kombinó utazás. Hát a kombinó az elég kultúrát viszonylag, amennyire lehet. Azzal nincs bajom. Meg vagy a Margit-szigeten szép volt a szökőkút, jó zene ment alatta. Az teljesen jó volt. Most meg jót bejártunk. Mik voltak a pontozásaid? De én 7-et mondtam végig. Végig 7-et? Most is? Utána azt hiszem az Európark környéke már csak 6-ot mondtam. De az a 6-os az szerintem megmaradt. Aha. 6-nak van. Jó. Petrosz? Hát tulajdonképpen ez a Margit-szigetes út, úton biztonságban éreztem magam, nem volt annyira forrás. A Margit-sziget tulajdonképpen nagyon szép, az a buborékos emberke, az például nekem nagyon tetszett, hogy nagyon szép volt. Jó volt. Én az elején 6 pontot mondtam, a 8. kerületben ez lement 4-re, most szerintem maradott. Jó. Hát szerintem az egész jó volt, tehát hogy nekem annyira nem volt az egészen problémám. A Margit-sziget az még mindig nagyon szép, és bár nem tartozik a BKV közlekedéshez, én úgy gondolom, hogy ez tényleg nagyon jó. A 4-es-6-os vonala az teljesen biztonságos szerűnek mondható, tehát éjszaka azért az se egy leányálom, bár akkor viszont már vannak ellenőrök. Várjál, a 4-es-6-oson úgy tudom, hogy nagyon sűrűn zsebelnek ki embereket, akik alszanak. Tehát az se olyan, ahol el lehet aludni, tehát buli után, mert ez elég buli helyszín amúgy. Igen, viszont hogyha abban belegondolunk, hogy a városban közterületen már mondjuk az egy közterület BKV területe, tehát egy bárki megfordulhatott, ott mennyire lehet aludni bárhol közterületen, akkor megállapodhatunk abba, hogy sehol nem jó, mert mindenhol ki fognak zsebelni, ott megkésenek emellett. Azt mondod, hogy ott nem késenek, a villamoson legalább. Igen, villamoson nem legalább nem, aludhat. A vélet áráért csak a telefonoddal, az irataiddal fizet. Igen, talán a 8 pontot én 7, nem tartom a 8-at, ugyanis igaz, hogy felújítások vannak a 2-es metróvonalán, viszont körülbelül a 2-3-5 percenként járnak a buszok, úgyhogy az is teljesen optimalizálva lett. Jó, még jobb, mint egyébként a metró. Esküszöm, még jobb, mint a metró. Meg ugye a villamos, az nálunk ugye a pótlóbusz, hogy pont bekanyarodik arra, mert egyébként nem jár a villamos, de arra lakom, úgyhogy egyszerűbb volt a villamost választani. Na. Mint a pótló. Értem. Na, akkor most ide fordulunk. Te neked hogy ment eddig a, mondjuk a koncert után? Hogyan érezted a dolgokat? Ebből szerintem a már túl sok probléma nem volt. Így azzal azokon a területeken, ahol nem biztos, hogy mennék. Egyedül vagy elővennék a család, a PS után például. De ilyen gondon nem volt a Margit-szigeten, meg a kombinon?
Mert például régebben azért ez a kombinó helyett, ami volt villamos, azért nem volt annyira biztonságos. Most már azért az sokkal jobban. Nem tudom, azt nem ismerem. Jó van. Te hogy érezted a biztonságot a koncert után? Koncert után akkor mind... Hát a zsúfolódáson kívül szerintem rendben volt minden, a normálisabbak voltak. Ha. Milyen busszal jöttünk utána, a koncert után? Nem busszal, nem buszoztunk koncert után. Vagy troli volt, vagy 86-os? A kombi 8. kerület után, az troli volt. Az troli volt én. 83-as volt az. 83. A trollin azon annyira nem éreztem, hogy sosem magad, hát egyik tele voltunk. Igen, nem akarok rossz is tenni, tehát azért, hogy tele voltunk mátörvérkkel, meg eléggé szüke voltunk, tehát egy kicsit veszélyes volt. És a bejövett szív volt, ahogy... Akkor az se az volt a BSV-t elővetőség. Hát, telefont elővetted volna? Ott ugye azt csináltam volna, telefonomnál, szikszallom, csókra. Jó. Nem tudom, hogy néztem, nem volt valami. Micsoda? Gondolom, hogy néztem a buszon a környezetet, nem tűnt valami biztatónak. Elég veszélyes figurák voltak sok. Hát egy kicsit igen, tehát nem biztos, hogy viszont utána a kombinózás az már úgy laza volt. Az már ilyen levezető volt. Már nem volt veszélyes. Ez az a 83-as poli az... Azon mindig vicces alakok vannak. Jó. Utolsóként vélemény? Hát honnan kezdjem el a legelején? A 3-assal nem volt bajom, azzal sokat mentem. Úgy átlagos, normális villamosnak tűnik, kivéve hogyha néhány zűrös alak felszáll. Mivel mentük utána? A 99-esek. Hát nem vennék elő semmit rajta, tele volt szeméttel, az emberek nagy része nem nézett ki megbízhatónak, mármint úgy éreztem, mintha előveszek valamit, és egyből kikapja a kezemből. Utána mentünk azt mondjuk a metróba. A metró az nagyon koszos kívülről, belülről úgy átlagosan tiszta, de kívülről iszonyúan koszos, nem tisztítja. Mi volt így? Trolliztunk? Igen, 83. 83-as, hát zsúfolódás, nem lehetett csinálni rajta semmit. Hát ott se vennék elő semmit, biztos, mert ahogy más is mondta, volt néhány olyan ember rajta, akiben nem bíznék meg. Aztán volt kombinó. Igen, kombinó. Nekem semmi bajom nincsen vele. Egész jól néz ki. Kívülyesek, koszos, nem járnak olyan emberek vele sokat. Semmi bajom. Margit szigeten nagyon jó volt. El lehet szórakozni. Lehet pihenni. Volt ez a zenés műsor, ez a szökőkútnál, úgyhogy nekem jó volt. Uh-huh. Ez a KFC is jó volt. Jó. Akkor már... KFC-nek igen. Egyetek a KFC-dől, nagyon olcsó. Csak is KFC. Hagyjátok a burgerszi, meg úgy eszkedj az eszközet. Free wifi. Ingyen wifi van. Abi, doszorosan te is. Mi? Te is. Hát én majd otthon elmondom. Egyébként fog ebből valami hallatszódni? Ne, remélem. Megpróbálok mindent majd elkövetni. Majd megpróbálom. Hogy felmondott te egy, amennyire emlékszel, egy tolmácsolatot. Hát lehet, hogy feliratozni fogom, ha kell, csak át kell hallgatnom párszor. Na jó van akkor. Még egyszer szerintem bejelentkezünk. Aztán... Most lassan elhagyjuk a biztonságot nyújtó mamutkát. Egy szomorú pillanat érkezett el. Az első leválónk. Mit üzensz? Milyen volt Budapesten utazni? Te győri vagy. Jó volt. Na, éppen elindultunk arra a területre, ahol nem kövessen, lennék így keste, vagy aztán... Egy fokkal kultúráltabb részig. Aha. Jó van. És hogy érezted magad? Jól. Jó. Féltél? Nem. Nem. Jó van, oké, nem is kellett, hát azért elég sokan voltunk. Egyedül féltél volna ugyanezen az útvonalon? Hát igazából talán este. Este. Jó van. Akkor nem biztos, hogy zámon sétálnánk oda. Jó van, oké. Na jó van. Köszönjük, hogy itt voltál.
még a búcsú pillanatában eszembe jutott, hogy van egy érdekes téma, amit meg kéne kérdezni Zolitól, és meg is történt. Megkérdeztem. Te Győrből jöttél ide. Közelebb van hozzád Bécs, mint Budapest. Videójátékos szemmel, ha van mobilod, meg mondjuk egy PlayStation Vitád, hol vennéd inkább elő ezeket az eszközöket, illetve Budapesten vannak olyan részek, ahol elvennéd, vagy soha nem vennéd elő őket, és Bécsben vannak ilyen részek, vagy nincsenek? Hát nem tudom, ahol voltam Bécsben, ott voltam Bécsben, ott mindenképpen elővenném, itt Budapesten meg vannak olyan részek, elővenném, de vannak olyanok is, ahol nem. Bécsben nem jártam olyan helyen, még ahol igazából nem. És azelőtt jártál Budapesten olyan helyen, mielőtt most velünk jöttél egy ilyen halálkör útra? Hát ilyen nagyon lepusztult helyeken nem. Nagyon. Azelőtt, még ezelőtt a nap előtt gondoltad volna, hogy vannak ilyen részek Budapesten, ahol ennyire nem vennéd elő? Gondoltam, csak nem voltam. Oké, köszi szépen! A nap végéhez közeledtünk, felszálltunk a villamosra, és úgy voltunk vele, hogy mindenkit dobáljunk haza, úgy, ahogy neki a legkényelmesebb és a leghamarabb hazaér, emiatt viszont újabb embertől kellett könnyes búcsút vennünk. Akkor köszönöm, hogy itt voltál, te vagy az újabb távozó. Igen. Mit üzensz? Hát köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon jó éreztem magam, szerintem jó volt. És, hát vannak olyan helyek Budapesten, ahol nem kéne vékevézni, de nem ajánlom. Jó, hát van... Te most jó helyen laksz? Tehát szereted azt a helyet, ahol laksz? Igen, Óbuda elég jó hely, a jó környék szerintem. BKV szempontjából is? BKV szempontjából is. Hát akkor szerencsésen bennek tartod magad. Igen. Jó van akkor. Na jó van akkor. El is köszönünk tőled. Köszönöm. Integes, nagyon szépen integes. Nagyon szép. Hát ez nagyon szép. Köszönjük. Na. Sziasztok. Mi nem szálltunk le a villamosról, folytattuk az utunkat a Blaha Lujza térre, hogy újabb embertől köszönjünk el. Oké, itt vagyunk a Blaha Lujza téren, itt fogunk tőled elbúcsúzni. Hát mondjuk ez is egy kellemes környék, mit mondasz? Hát az, hogy a Blaha Lujza tér, azról még konkrétan az a véleményem, hogy ha nem este jön ki az ember, akkor tud kultúrát is lenni. Viszont a mai nap az jó volt. Gyorsan telt. És a 8. kerület kivételével az egész kultúrát volt a környezet. Villamos, a 3-as villamos kultúrát volt. Utána a 99-es szó lehessen. Többször hoztad szóba Londont. Ahhoz képest hogy érzed a közbiztonságot? Hát, ahhoz képest kritikán aluli. Igen? Londonhoz képest. Mondjuk ott kimentem az utcára, sehol egy szemetet nem láttam eldobva, de ott ő azt hiszem több száz fontra büntetnek ma eldobt valamit. Mert ott egy csikket nem, olyan benézve, ott egy csikket nem fogsz találni, semmit. Zacskódunk, ez semmit nem aha. Látni, és az emberek is elég kultúráltabban viselkedtek a buszon. Meg ott a londoni buszsofőröknek a kedvessége is más kategória. Na jó van. Köszi szépen. Biztonság az meg jobb. Jobb. Na, így. Na, jobb tartom. Szóval jól érezted ma magad? Jól. Na, akkor örülök, hogy itt voltál. Én is. Hello, hello. Ez a tér alapvetően Budapest egyik büszkesége. Egyáltalán nem szívesen járok oda, így a búcsú után fel is szálltunk az első, hát egy kicsit nyomorgós metrópótló buszra, és elmentünk az Őrsvezér terére, ahol végleg külön váltunk egymástól. Tehát itt vagyunk újra az Őrsvezér terénél, kijutottunk, túléltük, mindenki, na jó nem, ketten már elváltak. Sajnos előtték őket, ellopták őket, eladták a szerünket, azt a pedig nem tudom, beleszaltak. Na. Ide már metrópó... Hát, mi hárman? Hárman mentek-e? Már hárman mehetnek? Hárman már elmentek. Az egyszer véletlen kikapcsoltam. Mi? Hazudtam! Szóval... Igen. Tehát
Most metropótlóval jöttünk ide. Mi változott azóta benned, milyen érzelmek változtak azóta, amióta beszéltünk a Mamut 2-ben? Hát nagyon sok érzelm futott át rajtam. Először is a metró, a metropótló. Hát a metropótló szar. Sose fogok többet metropótlóval menni, még akkor se, hogyha nincs metró. És a tömegnyomor, az hihetetlen volt. Valaki majdnem lekönyökölt. Folyamatosan néztek, és nem bírtam elviselni. Nem. Igen. És beletúr a hajába. És jön a trauma, te jó. Nem. Amúgy mondom, sokan voltak rajta, nem lehetett normálisan elférni, volt egy kis lögdösődés, egyik beszólt a másiknak. Tényleg, az öreg asszony beszólt az előttem állónak, hogy köszönöm szépen. Igen. Mivel jöttünk még? Ja, ennyivel metropótlóval. Mert lényegében meg villamossal. Villamossal is jöttünk, az is jó volt, nem voltak sokan rajta. Igen. Igen. És fáradt vagyok, úgyhogy akkor jó. Átadom. Hát tulajdonképpen én a 6 pontomból 5 pontot adnék, mert azért a metrópótló az tényleg egy tömegnyomor, és a tömegközlekedés kifejezés most tényleg érvényesült. Egyszerűen koszos, nem tudsz felférni, az ajtód is rácsukják. Nem jó. Viszont a villamos az jó volt, az rendesen megcsinálták tulajdonképpen. Meg téged könnyen is elnyomnak, tehát így méretben is sokkal kisebb vagy, mint mi. Majd megvédem. Hát, igen. Na jó van, akkor... Miért stand-up kell mondani, hogy mit csináljak? Micsoda? Az beatbox, elkezdik beatboxolni. Na hát, nekem konkrétan az a vélemény erről, hogy ez az egész egy nagy... Tudjátok, hogy nem akarok most csúnyán beszélni, mert túl sok sípolás lesz benne. A villamos is? A villamos az elviselhető volt, tehát nem azt mondom, hogy a legtisztább, de azért tisztább, mint a többi. A metropotró az kb. Olyan, hogy egymás honnan szőrzetét számolgattuk, úgyhogy más nem bírok erre mondani, tehát mindig így fogtam, hogy innen ide szikszalagozom, hogy nehogy kivegyék. Neked az nagy mániád a szikszalagban, nálad szeretem. Amúgy? Szerintem valahol van a köldögöm üregébe, de majd megkeresem. De nincs, már mint úgy a táskádban vagy valami? Ja, nem szoktam hozni. Max, akkor lesz... Miért nem? Hát ne szórakozz, mert én ha például valamit akarok hozni, akkor hozok. Mindjárt mutatom. Leszünk neki az Obi-Ból. Van nálam sakk. Sakk? Te normális? A magyar kártyát nem hoztad, jó? Sakk? A magyar kártya itt van. Várjatok, még van nálam. Egy. És nem vettük elő. Igen, de mindenkit megvertem volna. Egy hiszi is van nálam. És nem vettük elő. Hát, hihetetlen. Mindjárt megtalálom, pillanat. Megvan! Nálam van Pikachu. De ez ugye én akarok hozni valamit, akkor basszus én elhozom. Pikachu, de mi a véleményed erről az egészen? Követően tudod el... Pikachu! Köszönjük. Nem bírom. De ezen kívül még van nálam kéztisztító, meg minden hülyeség. Vagy konfrisütő, meg jobb konfrisütő. Nincs nálam konfrisütő, de én nem is akartam hozni. Nálam van egy fakanál. Pokémont akartam hozni. Ja. Nálam van egy fakanál, egy villa, ilyen alapvető. Helyes. Hát egyedül a legrosszabb pont az mai a reggeli villamos volt. Az úgy, az gyakorlatilag 100 éves elhúny nagymamám leelőzi. Tehát... az a metropótró volt nagyon rossz. Meg a 99-es, ott azért nem szívesen fogtam meg a korlátot. Tehát így hozzányúltam, és így... És nem merem elképzelni, hogy mit csinálnak ott hátul. Tehát amikor a sofőr előzte ezt, hogy akkor... akkor én ott ugranék ki az ablakon. Tehát erre nem tudok mit mondani. Úgyhogy azt mondom, hogy metropótróval soha ne utazzatok. Mert a hátsó lyukaitok bánják. Ne utazzatok vele! Átadom. Ez nagyszerű volt. Tehát szólt arról, hogy milyen volt a metropótló. Én igazából nem tapasztaltam rajta azt az igazi hering effektust, amikor így kell állni, és nem dőlsz el, amikor fékezem, hogy neki dőlsz valakinek, aki ugye neki dől még másik 62 embernek. És így nem dőlsz el egyszerűen, ezt nem tapasztaltam, ami egyébként a 4-es 6-osnál szokott úgy reggelente lenni 8 óra környékén. Meg mondjuk a 7-es buszon. 7-es buszon. Én nekem itt van ez, hal. Ja, bocsánat. Hal engem.
Igen, a hetesen is szokott lenni. Szerencsére már nem kell annyira korán járnom, hogy ezeket tudjam tapasztalni minden reggel, mehetek egy kicsit később. Illetve hát mentünk ugye még a 4-es-6-ossal, az most teljesen jó volt, szellős, talán még ülőhely is lett volna, ha nagyon szeret, nagyon ráhajtunk. Nem tudom, én a mai napot nagyon élveztem, remélem lesz még ilyen, remélem még többen eljövünk, és remélem hasonló jó lesz. Jó van, de remélem. Na, még utolsó szó tényleg az egész napról. Teljesen jó volt az egész nap, tehát élveztük, poénkodtunk, van két Facebook plusz ismerősöm, juhu! Irigyeljetek! Már 4 ismerősöd van, anyukád, apukád és ez a 2 új ember! Yeah! A nagymamámat kihagytad! Van Facebookja? Nem tudom! Igen? Tehát jó volt, a kaja az jó volt, van egy kis ingyen reklám a legalább a KFC-nek, úgyhogy szerintem az egész nap jó volt, jót rögtünk, jót mondhatunk, még több ilyet, és remélem, hogy jövőben lesz, vagy úgy naponta 5 ilyen, vagy nem csak. Tehát ha gyakrabban ilyen közönségkel találkozunk, hogy ez összesen ismerkedik. Csak nem jutanak, azt mondjam, hogy jöjjön legközelebb, mert nagyon jó fej mindenki, lehet találkozni a Beatles-szal, mindent lehet volna kérdezni. Hol? Hol? Fordítsd meg a kamerát. Mármint 180 fokban. Magad felé. Jó lesz. Tehát megoldás. Nekem az egyetlen dolog, ami nem tetszett, az a opera volt. Tehát ott azt mondtam, hogy így... Az opera. Azt gyűlölöm. Tehát én azt mondtam akkor is, és most is azt mondom, hogy kell rá a Molotov, és én a magas cím. Az nász nép volt. Is, hogy... Tényleg jó volt, úgyhogy visszaadom sokkal. Igazából az operácsra képzeljétek el annyira szörnyűnek. Vannak kellően művészetet nem szerető emberek, szép hegedűszó volt, opera. Na, mindjárt könnyezek én is. Aki egy affinitást érez az iránt, hogy meghallgassa a komoly zenét, annak tetszett. Ha? Igen. Szóval menjetek roma esküvőkre, hát nem erre gondoltam, de ettől függetlenül annyira nem volt szörnyű, és szerintem rettentő, hogy vannak ilyen előadások város szerte, és aki tényleg érdeklődik ilyen iránt, az elmehet. Ja, persze lehetne egy kicsit zártabb helyen, hogy ne kelljen mindenkinek azt hallgatni, aki arra megy, de ettől függetlenül szerintem tényleg egy nagyszerű kezdeményezés. Mint szegény emberek, akik úgy járnak, hogy hallgatniuk kell, szóval. Igen, szörnyű lehetett nekik. Meg nekünk hallgatni, nekik milyen szörnyű. Na, van még valaki, aki, vagy még neked van valami? Semmi? Hallgassatok klasszikus zenei Skrillexet. Szuper klasszikus Skrillex, jó van. Na, azt mondom, hogy szerintem nagyon jó volt ez a mai nap, én élveztem. És minden, amit csináltunk, az egy közösségi program volt. Elfelejtettem, mit akartam. De nagyon rákészültél, mert az elején jól ment. Persze, jó volt az egyetlen. Hát csak jókat csinál, kicsit. Közösségi programok meg. Közösségi programok azok jó programok, voltak. Felszálltunk egy buszra. Igen, igen, jól szórakoztunk, meg volt az elegendő létszám, hogy ne érezzük úgymond egyedül magunkat. Hogy legyen kin nevetni folyamatosan. Biztonságérzetet adott. Igen, tényleg biztonságérzet, az nagyon megvolt, amikor így azt hárman állnak az aurámba a metrópótlón, és senki nem bír ellopni a telefonon, igen, az tök jó volt. Mi volt még? Hát a KFC, mert az jó volt. Na hát, igen, ingyen. Általában mindig ez a találkozóknak a csúcspontja, a igen, KFC. Igen, igen, a kaja az nagyon jó volt, a beszélgetés az is, a boltokban, néhány boltban bementük az 56, ilyenek. És szerintem máskor is meg kéne ismételni ezeket. Lehetne jó. Még ilyeneket, csak mondjuk lehetne egy kicsit előrébb szólni. Igen, előrébb persze. Szólni. Meg lehetne mondjuk egy kicsit más, hogy mondjuk egy kis foci, vagy hozunk labdát, vagy valamilyen nagyobb, hogy ne járjuk körbe, csak egy kisebb helyen mondjuk leülünk, és aki akar focizik, kosárlabdázik, mondjuk itt a pillangókban. Társas játék. Igen, társas kosár, vagyis... Jó. Mégis lehet ilyesmi. Vagy hozzátok laptopot, ez lampa. Vagy elmehetünk bowlingozni is lehet. Tényleg bowlingozni. Vagy biliárdi. Itt sugárban nagyon olcsó, úgyhogy igen, el lehet. Tehát akkor Abi csinálj már egy ilyet, vagy bowlingest. Vagy... Jó, majd meglátjuk. Na igen, úgyhogy én nagyon élveztem. Aki nem jött, az nagyot
hát nagyon kiadta, vagy hogy mondjam? Elkiadta. Igen. Hát az most nagyon szegény ember van. Igen, nagyon szegény ember lehet. Tehát így nem látta Budapestnek azon gyönyörű részeit, amit mi. Nem utazott. Ez nagyon nem olyan hamis, mint az éjjel nap. Nem utazott 6 órát a BKK-ról. Ez nem olyan, mint az éjjel nap a Budapest, itt nincs szex sajnos. De az a baj, tényleg, hogy most már kéne lányokat is hívni, mert ez így nem jó, hogy folyamatosan férfiak körülött vagyok, és... Még a végén valaki rosszra gondol. Igen, hogy... Hogy a lányok azok jöjjenek, muszáj nekik jönni, kötelességük. Kötelességük? Igen. Az nem lány. Csúnya világba fog lenni, hogy mondok. Igen. Úgyhogy én nagyon élveztem, úgyhogy igen, ennyi. Jó van. Volt egy lány, aki autogramot kérte. Jó, de nem voltak fel. Ketten, akik autogramot kérnek, szerintem ők egy pár voltak. És hát igen, hogy az egyik része lány volt. Nem aktivizálhattam magamat. Én azt írtam, hogy a sásznak adok egy szívecskét, a lánynak meg valami nem tudom más, amúgy köszönöm szépen. De igen, de amúgy neki csak egy kontrollert akartam adni. De mindegy. Ez olyan, mint a roll controller, hogy fold a controller, rage quit, noob, meg ilyenek. Mondjuk akkor talán ment a kamera, de nem hiszem, hogy látszódott valamit. Na mondjad még, Petros! Hát nekem tulajdonképpen tetszett ez az egész, én eljönnék még egy ilyenre, csak azért a gyors éttermeknek el kéne fogadniuk az étkezési utalványt. Nem az Erzsébet utalványt. Mert nem evett semmit. Éhes vagyok. És szegény, kérem uraim és hölgyeim, adagozzanak ezen a alábbi telefonszámon, hogy kapjon ma a médet, kicsi, akár is hívják. Szállják meg. Szegény. Én se ettem semmit. Jó, szegény a videósz. Ugye? Látszik rajtam. Na jó van. Elfordulok. Kérd csinálni egy olyat, és megyünk a BKV. Na, a legközelebb kajálni megyünk. Mit szólt? És ott elfogadnak Erzsébetet. Jó, de miután kimegyünk, elmegyünk focizni. Ja, az igen. Kaja után focizni. Én viszont most mondanék egy ilyen kis reklámfelelősséget. Ugye, abban nem olyan elmondom. Micsoda? Tudod azt, amit mondtál, hogy akármennyit tehetsz büfés. Ezt elmondhatom? Még egyszer? Tudod, amit a Mamutban mondta, hogy... Ja, igen. Tehát, hogy a közeljövőben Abi tervez egy olyat, hogy nem tudom, mondjuk egy bizonyos mennyiség alapján, bizonyos ember eljön, és akkor elmennek egy ilyen annyit a szám, annyit akarsz bizonyos összegért. Úgyhogy remélem, kifosztjuk ez az, de eljönk egy olyan százon, az sorkolom. Szerintem közeljövőben, ez csak lehetőleg, Abi ne az legyen, hogy első nap szólsz, és akkor másnap már megyünk, szerintem egy héttel előbb szólj. Okay. Megint ez lesz, hogy maximum 8-an megyünk, és azért az úgy kajálni nem a legjobb. Jó. Mert hogy megegyek mindent. Ja, igen. Nem fog elfogyni a kaja, hidd el. Még te se tudsz annyit enni. Abit te nem ismersz engem. Az igen? Jó van. Már... Amúgy ez csak poén volt. Ismétlen poén volt. Ne arra gondoljatok, amire voltam. Belekin order, subscribe! Tényleg valahogy ötletem. Négy egyszer, mondjuk, hogy subscribe vagy. Subscribe Abira. Micsoda? Ja, feliratkozol? Miért nem magyarul mondjátok, azt megértik az ember. Ja, iratkoznak köcsön. Na, jó van? Nem kell ilyen, na. Na akkor, na. Nem kell. 3, 2, 1. Iratkozzatok fel! Meghatódom. Milyen rendes emberek vannak itt velem. Fenyegetéseket kéne mondani. Az azért, ha nem iratkoztok fel, megölik a macskátokat. Nem. Úristen. Te ide, Belez van, ide. Gyűrhajó Belez van. Nem iratkoztok fel, akkor egy mély meg fog csípni titeket a nyáron. Na jó van, köszi, hogy itt voltatok. Mi köszönjük, baromi jó élmény volt. Na. Köszönjük, nagyon köszönjük. Na. Jó, és akkor szia, én mentem is. Hova? Ja? Nekem itt van a testőröm, megígérte, hogy visszahozza. Tehát... De játszatok abban, nagyon drága. Mivel késhez le? Na akkor törelés, pápá. Remélem, látok, nem is láttad őket. Nem is láttad őket. Hát remélem, hogy láttam őket legközelebb. Őket? Nem. Nézd őket? De mondom, hogy nem láttad, még én sem láttam őket. Hát azért mondom, hogy remélem, hogy legközelebb, igen. Ja, jó, értem. Kérjünk semmi stand-up comedy-t így. Vissza kell adnom. Kérjünk meg, az a baj, hogy itt nem lehet megkérni egy embert, hogy fogja meg egy fényképezze, nem minket. Jó, meg volt. Ja. Igen. Nem baj. Tartsunk mikrofon. Na, akkor pápám. Pápá, ilyen volt tehát a BKV-zós Budapest 2013. novemberében, és remélem, hogy legközelebb ti is jöttök valamilyen közös eseményre. Ennyi lett volna, köszönöm szépen a figyelmet,
További szép napot kíván mindenkinek. Sziasztok!